Szia, nevem Richard, ebben a videóban a Qubit Life-ról fogok beszélni. Kérlek, hogyha értékesnek tartod ezt a videót, akkor iratkozzál fel a YouTube csatornámra. Like, comment és oszd meg, kérlek, hogy minél több emberhez jusson el ez az információ. Lehet, hogy fogunk tudni segíteni embereket. Ahogy látod, itt a Qubit Life oldalán vagyok. Én el fogom mondani a véleményemet a végén, te pedig majd aztán döntsél, ahogy te jónak gondolod, hogyha be akar fektetni, tehát nagyon jól gondold meg, és tehát itt vagyunk a Qubit Life oldalán, ami tulajdonképpen a régi neve Qubit Tech. Qubit Tech 250 százalék visszafizetést ígér, és el kell mondjam, hogy ezzel is megkerestek engem, hogy már régóta figyelem, és itt van ez a Trustpilot site, ahol nézd meg, mennyire megtévesztő, tehát hogy kitűnő 53% és hogy rossz 40%, tehát úgy néz ki, hogy ez a rossz vonal egyre növekszik. Meg kell mondjam, hogy a tegnap volt egy webinár, ennek a cégnek egy webinárja, és ahogy láthatod, itt sokan mondják, hogy nem valami jó információk kerültek a napvilágra. Hát itt, ahogy látod, not sounds good at all, tehát nem jól hangzik az egész. Mindenki, tehát nem fel van függesztve a kifizetés egészen június 2-áig, mert úgy néz ki, hogy valami változás lesz, és akkor persze itt jönnek a különböző a pro és kontra vélemények, tehát exit scam. Ezek a fiúk elszaladtak a pénzzel, scammers, mindenhol scam, total scam, tehát persze, itt sokan mondják, hogy ezek előre meg vannak fizetve, hogy ez más cégektől, tehát sokat mondanak, de azért ki lehet venni, hogy mi is történik. Mások látod azt írják, hogy tehát kitűnő cég, itt mondja, hogy tehát a válaszok automatán, tehát egy robot válaszolt. Tehát vigyázzatok, ne higgyetek ebben a cégben. Tehát biztos, hogy el fogod veszíteni a pénzedet hamarosan. Mi már 660 dollárra vásároltunk. Tehát te döntésed, igen, ez a support nagyon rossz, írja, a legrosszabb support, ami létezik, nem kaptam válaszokat, mondja, hogy ez egy másolat, ez a Qubit Life egy másolat, egy másik cégnek a másolata. Kitűnő ez a cég, nagyszerű lehetőség. Tehát, ahogy mondtam, itt mindenfajta vélemény van, nagyon jó, tehát oké. Akkor most menjünk egy másikra, ennek a neve Behind MLM, tehát MLM hátánál című site, és itt írja, hogy Qubit Life. Összedőlt, nincs kifizetés. Greg Lemon ugye a vezetője ennek, itt mondja, hogy Dubaj. Tehát értesítették a több mint 4 millió victims, azt mondja, áldozatokat, hogy a kifizetések fel vannak függeszve. Ponzi scheme,
Tehát igen, ezt a webinárt ez a CEO tartott, Greg LeMond és Mark Swinkley. Látod, 25, május 25-én. A master egy distribútor, tehát egy tag, tehát elment, Jakob Asurov. Oké. Igen, röviden, tehát a Qubit Live áttér, tehát fog fizetni egy tokennel. Azt mondják, hogy ez nagyon rossz, tehát ez rossz fele fog vezetni. Nincsen napi jövedelem. Tehát ugye 250 százalék visszafizetést ígért, meg kell mondjam, hogy ez óriási. És te látod, Ponzi scheme. És az egyetlen, igen, itt mondja, az egyetlen bevétel ez a rekrutálás, vagyis a toborzás, vagyis az új tagok bejövetele. Ami nagyon rossz, nagyon rossz, el kell, hogy mondjam. Igen, tehát látható, tehát fel vannak függesztve a kifizetések. Megint írja, hogy egy negyed millió tehát áldozat. Igen, jönnek újdonságokkal. Általában ez szokott történni, amikor baj van. Itt mondja, hogy nem a kriptó, ugye a kriptópiacnak a visszaesése az ok. Ugye, tehát ne arra azt mondják, hogy ugye az lenne az ok, de itt olvastam máshol, hogy nem az az ok. Oké, tehát te most döntsd el, hogy mit akarsz csinálni, nagyon vigyázz, hova fekteted a pénzedet. Mondok néhány tippet, hogy szűrt ki, hogy egy cégbe meggyőződhetsz, hogy az egy jó cég. Első, a CEO, tehát a vezetője reális személy legyen, tehát meg lehessen találni valahol az interneten, lehessen információt találni róla, reális személy legyen, tehát vezető, alapító, igazgató, általában CEO szokott lenni, vigyázz, azt nézd meg, hogy reális legyen. Második, van-e valós külső jövedelem, tehát külső jövedelme annak a cégnek, ezt nézd meg, nagyon fontos, tehát nem a bejött emberek, tehát a befizető embereknek, vagy rekrutálásból jöjjön a pénz, tehát valós külső forrás van-e, tehát nézd meg annél a cégnél, ez 100% biztosra kell legyél ebben, és a harmadik pedig az, hogy be van-e regisztrálva. Törvényesen, legálisan be van-e regisztrálva. Meg kell mondjam, hogy ezek a fajta lehetőségeket nem lehet beregisztrálni. Nem tudják beregisztrálni, és ezért futassák úgy, hogy nincsen beregisztrálva, és voltam az előtti videómban, hogyha megnézed, tehát ilyen színészeket fogadnak fel, mert ugye nem törvényesek ezek a dolgok. És most mondok egy dolgot, egy tippet, amivel biztos kiszűrheted, hogy Ponzi-szkém, tehát pilótaját, piramis, és nem fog működni, mikor azt ígérem neked, hogy garantálja a kifizetéseket. Garantálja, és még hogyha azt hozzáteszi még az időt is, hogy mennyi ideig fogja neked garantálni a kifizetés, akkor szaladj, fuss el, ne is nézz arra a cégre, tehát ez biztos, hogy egy átverés, tehát nagyon vigyázz. Tehát a véleményem az, hogy nagyon vigyázz, tehát ez nagyon rossz szín.